Csak a legjobbakat tudom kívánni. Kezi csókolom, jó napot kívánok. Itt a, újra a kinizsi péntek. Mindenkinek jó szurkolást kívánok. Akkor kezdődjék hát a meccs.
Egyenlített a haladás csapata, kedve számú Németh Péter a gólszerző. Megszerezte a vezetést a haladás, 11-es számú Horváth Péter a gólszerző. Újabb gólt szerzett a haladás, a 13-as számban játszó Halmos Máté a gólt szerző.
Köszönjük szépen!
Először is, papa, gratulálunk! Milyen érzés a pokolból a Mennyországba jutni? Nem tudom, melyik pokolról kérdeztek most engem, mi nem jártunk egyszer a pokolba. De hogyha ti ezt így értétek meg, akkor majd nagyon fogunk rá figyelni, hogy többje ne forduljon el, hogy mi a pokolba járjunk. Hát borzalmasan nagy élmény volt megélni ezt mindannyiunk számára, úgy gondolom, nem csak nektek szurkolóknak, hanem nekünk is játékosnak. Nekem, mint vezetőedzőnek életemben második legnagyobb győzelme volt, a srácok az öltözőben mondtam, hogy az Újpest Fradi meccset, amikor megvettük az Újpestet, azt tekintem első óresnek győzelmemnek, de itt az NBA-s mérkőzés, hogy 2-5-ről így felállni, ez úgy gondolom, hogy ez a csapatnak az erősséget mutatja, szóval nem beszéltünk semmilyen pokorról. És milyen érzés volt újra NB2-es mérkőzésen pályára lépni, hát és egy ilyen hatalmas gólt rúgni, mint ez a második? Hát ezt nem lehet érzésekbe fogni, ezt szavakkal nem lehet elmondani, ezt át kell élni, ezt meg kell élni, ezt érezni kell ezt a dolgot. Szenzációs dolog, de hát ezt már mondtam már ezzel szabad, hogy hétről hétre kijönni a szurkolók elé, ez egy óriási dolog nekünk mindannyiunknak, és én is még egyszer át szerettem volna élni ezt, és hát többen kérték, hogy majd még jöjjek, de nem biztos, hogy szeretnék. Úgy gondolom, hogy nekem a kispadon van a helyem, nem pedig a pályán, de örülök neki, hogy a többiek és a szurkolók ilyen szeretettel fogadtak. Nagyon szépen köszönöm neki. A hét közepén szerdán a Magvasiba játszunk a Rába Eto ellen kupa mérkőzést. Mit várunk azon a mérkőzésen? Én úgy gondolom, hogy azt a formánkat tudjuk hozni, amit Győrbe a bajnoki mérkőzésen az első fél időben nyújtottunk, akkor egy nagy meglepetést is tudunk okozni. Hogyha mindenki elhiszi azt, hogy ez a Győr nem verhetetlen, akkor valószínűleg, hogy mi fogunk tovább menni a kupába. Ezt nekem többször kell hangsúlyoznom a srácok előtt, mert egy picike félsz van bennük, nem tudom, mitől félnek, ők is olyan emberek, mint mi. Igaz, hogy nagyobb költségvetéssel és több profi játékos és több edzéssel rendelkeznek, de én legalábbis arra készülök, hogy szerdán egy óriási dolgot csinálunk, és kiverjük a Győrt a kupába. Helyes. És végül, de nem utolsó sorban, az lenne a következő kérdésem, hogy a következő bajnoki kor mik a céljai a csapatnak, illetve hogyan állnak a sérülteink. Ugye láttuk már, hogy Monsport Laci, hál' Istennek, visszatért a NB2-esek közé, esetleg vele a közeljövőben hol számolunk? Hát mindenféleképpen a közelgő mérkőzéseknél ugyanazt az eredményt várom, már ugye nagyon-nagyon nehéz dolgunk van, mert Veszprémbe látogatunk legközelebb, ahol nagyon-nagyon összeért a munka, és egy nagyon-nagyon masszív csapatot alkotnak. Én úgy gondolom, hogy jelen állás szerint van esélyünk, ugye hozzuk onnan a három pontot, mindent meg fogunk tenni. Ugye utána való mérkőzésen hazai pályán fogadjuk majd a Debreceni alapigazgatót, akik ugyanúgy magunkra találtak. Én úgy gondolom, hogy itt ezelőtt a közönség előtt, és lesz majd egy meglepetésem mindenki számára majd 22-ére, nagyon-nagyon fogok neki örülni. 22-én hazai környezetben mindenféleképpen szeretném itthon tartani a három pontot. Utána pedig, hogyha jól tudom, akkor már nincs is mérkőzésünk hazai környezetben, elmegyünk pihenőre, és amikor már a sérülteink felépültek, akkor egy nagyon-nagyon erős bűnök, ezt így is itt fog majd mindenki látni. Nem csak az, aki itt kilátogat, hanem egész ország szerte. Gratulálunk, papa, és hasonlóan sikeres folytatást kívánunk. Hajrá! Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Köszönöm.